Több mint 100 helyszínen szervez a rezsicsökkentést támogató lakossági fórumot a következő hetekben a Fidesz. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő szerint a fórumokra szóló meghívót az a 2,5 millió ember kapja majd meg, akik az elmúlt időszakban aláírták a rezsicsökkentést támogató aláírásgyűjtő ívet. Az akció 10 millió forintba kerül, a költség a Fidesz büdzséjét terheli. Az MSZP szerint a rezsicsökkentés közben a kormány folyamatosan növeli az emberek terheit. Ehhez akarat, hit és társadalmi támogatás kellett. A támadások ellenére folytatja a rezsicsökkentést a Fidesz, de a részletek majd csak a visegrádi kihelyezett frakcióülés után dőlnek el. Nyitrai Zsolt bejelentette, a Fidesz több mint 100 helyen rezsicsökkentést támogató lakossági fórumokat szervez a következő hetekben. A meghívó leveleket Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. 2,5 millió ilyen levél van a birtokunkban, és ezeket a leveleket a Fidesz támogató, segítő önkéntesek, a Fidesz polgármesterei, önkormányzati képviselői, országgyűlési képviselői, választókerületi elnökei fogják személyesen átadni a rezsicsökkentés támogató választópolgároknak, és egyben meghívni őket ezekre a rezsicsökkentés támogató lakossági fórumokra. A rezsicsökkentést az MSZP is támogatja, de csak addig, amíg ez a lakosságnak nem jelent újabb terheket. Burány Sándor szerint ugyanakkor Magyarországnál még Bulgária is jobban teljesít. A Fidesz kormány gazdaságpolitikája semmit nem hozott, de mindent visz, mondta. A terhek a rezsicsökkenés ellenére nőnek. Szinte nem múlik el hónap megszorítások, adóemelések nélkül. Mindenféle sunyi technikákkal veszik ki az emberek kezéből, a zsebéből a pénzt, miközben a Fidesz közeli cégeknek, a haveroknak milliárdos vagyonokat juttatnak. Az MSZP-s politikus szerint az Orbán kormány olyan adórendszert alakított ki, amelyben az emberek kétharmada nem tudja igénybe venni az adókedvezményeket. Ez pedig a szegénység drámai mértékű növekedéséhez vezetett.